Tolna megyébe is megérkezett a havazás. Hétfőn a reggeli órákban már több centi hó borította az utakat. A Magyar Közút munkatársai folyamatosan takarították és síkosságmentesítették azokat. A szekszárdi autósok többsége számított a télies időjárásra. Ennek ellenére nem igazán örültek a hólepte helyenként csúszós útszakaszoknak. Természetesen sokan azt mondták, hogy ilyenkor nagyon körültekintően óvatosan vezetnek. Téli gumival megyek meg óvatosan ilyenkor, szóval az útviszonyoknak megfelelően. De csúszik egyébként, csúszik. Volt, aki kifejezetten örült a havazásnak. Jó lett volna, hogy ezelőtt 3 nappal ezelőtt esik a gyerekek szempontjából, de azért így is örülünk neki, hál' Istennek. Az egyik szekszárdi Dombon lakónő azt mondja, egyáltalán nem számított a havazásra, és nem is örül annak, ugyanis nehezebben közlekednek a tolnai megyeszékhely lankás területein. A férjem most jött haza, és ő mondta, hogy ott az a Hári hegy. Hogy ott voltak keresztbeautók. Mikor én lefele jöttem, már nem voltak. A meteorológiai előrejelzések alapján a havazás kedden is folytatódhat, sőt akár ónos esőre is számíthatunk.